Tisztelt vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Klavszky Katalin Tagiskola 2012-2013-as tanévvégi ballagási ünnepségén. Külön köszöntöm a ballagó 8. osztályt, melynek tagjai meghatottan állnak itt az utolsó osztályfőnöki óra után. Talán többen közülük szeretnének már túl lenni a felhajtáson, levenni a szép ruhát és önfeledten megkezdeni a nyári szünetet. Mások könyvfátyolon átnéznek Önökre és iskolájuk falaira. Ez a nap értük, és róluk szól. A diákok nevében Burus Eszter és Rubin György 7. osztályos tanulók búcsúznak a ballagóktól. Kedves ballagó 8-asok, diáktársaink! Az elmúlt napokban vegyes érzéseket éltetek át az iskolával és a ballagással kapcsolatban. Már nem a tanulásé volt a főszerep. Napjaitokat a ballagási próbák, a polgármesteri fogadás, a bankett és a szerenát töltötte ki, és ez szomorú, felfokozott és egyben ünnepélyes sorozat a végpontjához ér. Itt a ballagás. Figyeltünk benneteket az utolsó héten, a fiúk hogyan próbálják egy-egy poénnal palástolni meghatottságukat, vagy éppen szomorúságukat. A lányok hogyan merednek maguk elé egy fél mosollyal a szájuk sarkában, emlékeztek, és most mi, hetedikesek próbáljuk együtt felidézni az itt töltött 8 évet, melyből 7-nek mi is tanúi lehettünk. A közös német kirándulások kitörölhetetlen emlékeket hagynak bennünk. Ezek egy része talán nem is annyira publikus, de mindenképpen pozitív. A dögtáborok és az együtt végzett munka, a madarakfák napi bajongás a városban, és a fiúk elmaradhatatlan foci derbiei az udvaron. Képtelenség mindent felsorolni. Minket is épp úgy megrohannak most az emlékek, mint titeket. Próbálunk belekapaszkodni egy-egy pillanatba, hogy legalább gondolatban itt marasztaljunk még benneteket egy picit. Talán gondolatban már máshol jártok, de biztosan visszavágytok majd ebbe az iskolába, ahova titeket is annyi emlék fűz. Ádám és az ő elmaradhatatlan sapkája, amiről mindig ki lehetett szúrni a tömegben, már egész messziről. Pótolhatatlan tagja az iskola póker közösségének. Kiki, aki mindig megdobogtatta a lányok szívét kedves mosolyával. Mónika, aki mindig nyugalmat és békét sugárzott. Gabika, akivel soha nem lehetett vitatkozni. Máté, aki a focipályán csillogtatta tehetségét. Ági, aki mindig szelíd féltéssel igyekezett megértetni társaival, ha valamiben nem értett egyet velük. Makaradani, különleges humora és az utolsó évben kifejlődött rejtett labdarúgó képességei. Roland, aki szinte minden év végén megizzadt, hogy folytassa a tanévet, és Lám próbálkozásait e napon végső siker koronázza. Ricsi, akinek cselei örökre beleégtek az aszfaltba a Klavszky udvaron. Vanessa, akiből igazi hölgy lett 8. év végére. Regina, aki után mindig bomlottak a fiúk. Tamás, aki a jövőbe mutatva laptoppal kezdett iskolába járni könyvek helyett. Ő már a modern korokat idézi. Sikotánc Peti is elsősorban a focipályán alkotott maradandót, mindig kemény ellenfél volt. Robi, akinek rajzai nem csak díjakat értek, de kiváltották társai elismerését is. Ricsi, aki ugyan később csatlakozott hozzánk, mégis úgy érezzük, mintha mi mindig is klapszkis diák lett volna. Rékának mindig irigyeltük a kitűnő bizonyítványát, mégsem tartottuk pedálnak vagy tanulógépnek, talán kedves, közvetlen természete miatt. Öcsike, akinek beszólásai örökre a fülünkben csengenek, és biztosan sokszor elsütjük majd leleményes megjegyzéseit, virtuóz poénjait úgy, mintha mi találtuk volna ki őket. Soha nem feledjük Marci messzehangzó sikolyát, amikor épp megijedt valamitől, és hát senki nem fogja még egyszer olyan autentikusan mondani, hogy jó napot. És Weiss Dani, aki nagyon sokat komolyodott utolsó évre, és megmutatta barátságos arcát. 19 név, 19 mondat, és mennyi emlék, amit magatok után hagytok. Kedves ballagó 8-asok, hiányozni fogtok nekünk, visszavárunk benneteket. A klavszkis hagyományokhoz híven az iskolai zászló átadása következik. Felkérem a 7. és 8. osztályos diák önkormányzati képviselőket a zászló átadására, illetve átvételére.
zászlaját áthagyjuk, őrizzétek becsülettel. Az iskola zászlaját átveszünk, őrizzük becsülettel. A 7. és 8. osztály 2 nappal ezelőtt egy közös banketten vett búcsút egymástól. A ballagási ünnepség alkalmából egy közös dallal zárják le együtt töltött Klavszkis éveiket. A Ballagó 8. osztály nevében Nagy Regina és Teny Rihárd búcsúzik verssel. Eljött az idő, amire régóta vártunk. Amióta beléptünk az iskola ajtaján, csak erre a percre vártunk. Számoltuk a hónapokat, a heteket, a kínzó napokat, a hosszú órákat, a legfégsőbb rövid perceket. Eljött a pillanat, és szabadok vagyunk. De igazán senki sem boldog. Talán egy kicsit visszahúz a szívünk. Lehet, hogy egymást már nem látjuk soha, de végig kísérnek azok az emlékek, amit nekünk adott az iskola. Csak nézzük egymást, és nem tudunk szólni. Nem tudjuk elmondani, hogy jó volt veletek. Hogy nagyon fogtok hiányozni, hogy jó lenne még egyszer, utoljára. Együtt visszaülni az üres osztályba, csak egyetlen pillanatra. Vagy egyszerűen nem mondjuk el, hogy az emlékeket, a tanárokat, a barátokat és egymást soha nem felejtjük el. De valahol azt mindenki érzi, hogy az eltöltött hosszú éveket a szívünkben fogjuk őrizni. Mégis fájdalmas az utolsó búcsú, nehezen, de elválunk egymástól.
Mindenki vidám, s egyben szomorú. Talán még egyszer visszatérünk, de most hátat fordítva az iskolának, teli reményekkel végleg elmegyünk. Felkérem Tóth Réka, 8. osztályos tanulót, tartsa meg búcsú beszédét a ballagok nevében. Kedves tanáraink, diáktársaink és kedves vendégeink! 8 évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az Émitóra, még nem gondoltam, hogy ilyen hamar elrepül ezen sok év. Micsoda szorongással, félelemmel indultunk. A tanítónéni szava, amely törvény volt, messze hangzóan sokáig kísért bennünket. Ez a hatás persze az évek során veszített erejéből, különösen most a kamaszkorba érve. Szinte még látjuk magunkat bizonytalan elsősként, ahogyan kíváncsian méregetjük egymást az Émitón, és megszeppenve vártuk az első órát Jutka nénivel. Persze hamar belerázottunk, és hamarosan otthonosan jártuk a folyosókat. Ám egy évvel ezelőtt még mi díszítettük nagy igyekezettel a ballagok termeit, hallgattuk a búcsúbeszédet. Akkor még olyan távolinak tűnt a mai nap. Gondolatban persze már akkor készültünk erre a délutánra. Most, hogy eljött ez a nap, még nem vagyunk teljesen felkészülve az útrakelésre. Itt állva azonban kezdjük érezni a jövő bizonytalanságát, s azt, hogy mától minden csak rajtunk múlik. Már nem segíthetnek tanáraink, akik 8 évig egyengedték utunkat, neveltek, fegyelmeztek minket. A kisosztályosok nevében szeretnénk köszönetet mondani Marika néninek, aki mindig kedvesen és végtelen türelemmel tanította őket. Köszönjük Marci néninek, hogy a dökösöket már szinte egy családdá kovácsolta, és nem felejtjük el a közös programokat, a nagyszerű kirándulásokat sem. Hiányozni fognak Márti néni matek órái, amelyek mindig egy közös beszélgetéssel indultak, ezzel is rabolva az óra idejét. Prácsár tanár úr humorral teli órái, és lassan már elhisszük neki, hogy az édesanyja tényleg salakmotorozik. Anita néni óráin mindig jókat beszélgettünk, problémáinkat szívesen meghallgatta és segített nekünk. A történelem óra volt az egyetlen, ahol mindenki kivétel nélkül csendben és mozdulatlanul ült és figyelt. De azért hiányozni fognak Zeus tanár úr aranyköpései, mint például ipari kamera kéne, vagy mi van, meg vagytok zápulva? Vagy ennek én ötöst tettem fél évkor? Nem baj, tanulunk belőle. Szilvi néni, Timi néni, Barbi néni, Hajni néni és Máté Mária tanárnő voltak azok, akik bevezettek minket a német nyelv rejtelmeibe, és azért nagyon hálásak vagyunk nekik. A rajzórák mindig vidáman teltek Attila bácsival, megnéztünk néhány jó filmet, ami után valakinek esetleg rémálmai voltak, és nem felejtjük el a kicsi kutacskát sem. Erika néni próbált a fizika világából sok mindent megértetni velünk, mi csak bólogattunk, de sokszor nem igazán tudtuk, miről van szó. Bár ha segítségét kértük, mindig szívesen elmagyarázta még egyszer. A biológia órákra nem nagyon készült az osztály, amit szerintünk Margit néni is észrevett. De ő türelmesen és kitartóan beszélt az emberi test felépítéséről, az idegsejtekről, és talán néhány dolog ragadt ránk belőle. Hanyi néni énekórái kikapcsolódást jelentettek számunkra. Hiányozni fognak Tünde néni szmájljai a dolgozatainkról. Neki köszönhetjük, hogy az idei farsangi bálon mi is bemutathattunk egy keringőt. Bicó tanár úrral mindig sikerült a dolgozatok megírásáról alkudoznunk, ami a jó szívének köszönhetően sikerült, és így 1-2 hét elteltével írtuk csak meg őket. Azért valljuk be szép csendesen, tanár úr, hogy a szlovákiai videókat egyszer talán meg tudjuk nézni. Csaba bácsi, Zsolt bácsi, Frici bácsi és Tacsi néni mindig odafigyelt, hogy jó kondícióban maradjunk. Köszönjük Tündi néni munkáját, a takarító néniknek, hogy minden nap tiszta tanteremben tanulhattunk, és Vikinek, hogy mindig kedvesen és mosolygósan fogadott minket, bármikor mentünk. És végül köszönjük Barbi néninek az együtt eltöltött 4 évet. A türelmet, a gondoskodást, a segítséget, a törődést. Tudjuk, hogy nem volt mindig könnyű velünk, de mindig kitartott mellettünk. Soha nem felejtjük el a jól sikerült osztálykirándulásokat, karácsonyi vásárt, a közös papír és gesztenyegyűjtést. Köszönetet kell mondanom a magam és társaim nevében a tanárainknak, a szüleinknek ezért a sok türelemért és segítő fáradozásért, amit értünk tettek. Nem csak a tanórákon, hanem az együtt átizgult versenyeken és a pályaválasztás időszakában. Hiszen ők biztosan tudták, hogy minden szájrándítás és tiszteletlenség idővel megváltozik, és a sok szép, amiről beszéltek nekünk, egyszer a tulajdonságaink közé fog tartozni.
Arra kérem őket, hogy maradjanak meg emlékezetükben a szép órák, a közös kirándulások, és ne a csíntevéseinkre emlékezzenek. Örökre összeköt bennünket az együtt eltöltött idő. Éppen ezért most mindenki szíve nehéz, mert tudjuk, hogy el kell válnunk azoktól, akikkel minden nap együtt sírtunk és együtt nevettünk. Az iskolában minden teremhez folyosóhoz, eldugott sarokhoz fűződik egy-egy szép emlék. Nehéz elképzelni, hogy a következő szeptemberben nem ide térjünk vissza, hanem egy ismeretlen helyre, ahol ismét meg kell szoknunk mindent. De úgy látszik, ez az életrendje, az örök változás. Így hát nem búsulunk, hisz a barátságok nem szakadnak meg, s tudjuk, hogy ha előbb nem, az osztálytalálkozón biztosan viszont látjuk egymást. Elbúcsúzunk hát. Búcsúzunk iskolatársainktól, elsősorban tőletek hetedikesek. Ti most, amikor átvettétek iskolánk zászlóját, bizonyára arra gondoltatok, hogy végre milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. A nagyok, akikre mindenki felnéz, és higgyétek el, mindez gyorsan elrepül. Reméljük, jó példa voltunk számotokra, és az együtt töltött élményeket nem felejtitek el. Most kinyílt a kapu. A szélesre tárt ajtókon máskor rohanva szaladtunk ki a tanítás után. Ma nehéz kilépnünk rajta. Visszatart bennünket minden és mindenki. A barátok, az osztálytársak, a tanárok, a reggeli álmos, morcos ébredezés. Hiányozni fog a nulladik órák vitathatatlan hangulata, az órák előtti gyors tanulás, a délelőttök pezsgő élete és a síri csend, amely akkor tör az osztályra, amikor a naplót lapozzák. Búcsúzunk hát. Ma kilépünk a nagyvilágba. Az iskolai csengő utoljára szólal meg, s utoljára sóhajtunk fel. Kicsengettek. Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy a Klavszkiba járhattunk. Farkas Mónika és Molnár Vanessa 8. osztályos tanulók verssel búcsúznak az iskola dolgozóitól. Búcsúzunk attól, aki minket éveken át a jóra intett, tanított s védett, hogyha kellett. Így cseperedtünk szíve mellett. Mennyi apró és nagy viharban vitt minket féltve szint a karban. Lelkünket mentve, fedve sokszor óvott jövendő záporoktól. Volt otthonunk s legtöbbünknek anyánk, apánk, ki kísért minket, de amit ők nem tudtak adni, azt kaptunk így 8 év alatt mi. Apró gyermekként még remegve léptünk ebbe az épületbe, s most úgy megyünk el, hogy az élet titokba tiszta törvényé lett. Bárhová nézünk, most már minden, úgy villan vissza szemeinkben, hogy hosszú pár éves múltunk alatt azt itten megtanultuk. Feledheti anyját a gyermek. Álmában új életre kelnek, s öregkorban is fényben állnak gesztusai elmúlt szavának. Épp így mi is már mindenképpen, magunkba zárva, rejtve, szépen visszük azokat, kik szeretnek, s emlékét derűs reggeleknek. Spasként emeljük, hogyha zordul, kínunknak kardja ránk csikordul, mert az a pajzsunk, az a vértünk, amit itt tanultunk, s végigéltünk. Ballagó 8. osztály virággal búcsúzik a pedagógusoktól és az iskola többi dolgozójától. Ha lelkem fájt, vagy álmom volt túl nehéz, vagy vihar várt, és árnyék gyűlt köré. Te jöttél, s a súlyból csak egy szárny lett, ez a győzelem. Így nem csupán enyém. Mit ér egy hang, mond hangszer nélkül árván? Mit ér egy hang, mit nem kap szárzs a szél? Szóljon hát most minden hangból hát, semmiből így felrepítettél. Mit ér egy hang, mely szétfoszlott az úton? Mit ér egy hang?
Neuberger-né Berta Barbara, a nyolcadikasok osztályfőnöke, szintén elballag iskolánkból, mivel szeptembertől az elsősök tanítója lesz a központi alsó tagozatban. Barbi néni versben búcsúzik tőletek, kedves ballagók! Az életed egy új fordulatot vesz. Egy régi ajtó zárul be előtted. De ne félj, hiszen ez nem a vég, hanem egy kezdet, egy új, ismeretlen kép. Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek. Soha ne fordíts hátat az embereknek. Szeresd a szépet, keresd a jót. Ha szükséged van rám, én mindig itt vagyok. Tudni akarod, hogy mit gondolok? Rendben, neked elmondhatom. Új diákok, tanárok és új iskola. Sok minden változik. De te maradj önmagad. Ha megfogadod a tanácsom, semmi baj nem érhet a világon. De légy erős, kitartó és bátor. Amilyenre szeretnéd, úgy formáld a világot. A ballagok most léggömböket engednek a magasba, szimbolizálva, hogy ők is kirepülnek. Elhagyják iskolájukat, mely éveken át második otthonuk volt. A szálló léggömböket nézve, önök is a jövőt fürkészhetik ballagóinkkal együtt. Hogy mi vár még rájuk, nem tudhatjuk. Most már csak annyit tehetünk, hogy a legjobbakat kívánjuk nekik. Tisztelt ünneplő közönség! Ballagási műsorunk hivatalos részéhez értünk. Elsőként felkérem dr. Kurunci Károly polgármester urat, adja át az önkormányzati utalmakat. Tisztelt ünneplő közönség! Kedves szülők, nagyszülők!
családtagok, rokonok, kedves pedagógusok és kedves ünnepelt Ballagon 8-asok. Engedjék meg, hogy Jánosomorja Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket, és Önökkel együtt köszöntsem a csillogó szemű 8-asokat. Mi már egyszer a héten találkoztunk az úgynevezett fogadásom, és egy nagyon kötetlen, kellemes órácskát költöttünk el együtt. Elérkezett a jutalmazások időszaka. Hagyományosan önkormányzatunk a Ballagon 8-asok közül kiemelkedőt, nyújtókat megjutalmazza. Először Vitéz Marcelt szólítanám. Ő 8 éven át nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményt, példamutató és szorgalmas viselkedést, és nagyon-nagyon sok verseny győzteseként köszöntetem őt most, és átadom neki ezt a National Geographic műsorait visszaidéző könyvet. Kérem, forgasd, és tanulj belőle. Még egy posztom van. Marcel német alapfokú C-típusú nyelvvizsgát szereztél most nem oly régen. A nyelvvizsgád jutalmát hadd adjam át. Köszönöm szépen. Molnár Vanessát szólítom. Vanessa 8 éven át jeles tanulmányi eredményt produkált, példamutató magatartásáért, szorgalmáért és verseny eredményeiért adjuk át nagy szeretettel ezt a Történelmi Magyarország Szépségei címre hallgató könyvet. Nagy Reginát kérem. Regina a közösségi diák önkormányzati munkájáért, jó tanulmány eredményéért, szorgalmáért és verseny eredményeiért érdemelte ki a jutalomkönyvet. Köszönjük. Másik szemüvegre is szüksége lesz. Tejm Rihárd urat szólítom. Rihárd német alapfokú a típusú nyelvvizsgát tett. Gratulálunk, és fogadd el ezt a elismerést. Köszönöm szépen. Meg szeretném Önökkel osztani a képviselőtestület idén 4.-24-én zárt ülésén hozott jegyzőkönyvéből az abba foglalt határozatot. Így hangzik. Jánosomorja Város Önkormányzatának képviselőtestülete dönt arról, hogy 2013 évben Tóth Rékának, a körzeti általános iskola Klaszki Katalin tagiskola tanulójának ítéli oda a Jánosomorja Város kiváló tanulója kitüntető címet. Nem adjuk ezt olyan könnyen Rékának, kénytelen leszel egy kicsit figyelni ránk. Csak annyit a kitüntető címmel kapcsolatosan, a kiváló tanuló címmel kapcsolatosan, hogy az elsőt, amikor a képviselőtestület ezt a kitüntető címet megalapította és elfogadta, egy klassz kis fiatalember, Kelemen Erik nyerte. Aztán tavaly Tóth Laura és Vali Júlia kapta meg ezt a kitüntető címet. Ő a korábban kitüntetetteknek is egy tapsot hadd kérjek Önöktől.
Rékát kérdezem, bírod még, ugye? Bírod. Te egy nagyon strapabirog is ifjú hölgy vagy. Réka tanulmányait első osztályos kora óta minden tanévben kitűnő eredménnyel zárta. Osztályközösségéből kiemelkedik, mind személyiségével, mind szorgalmával. A legkevesebbet hiányzó tanulóink közé tartozik. Tanulmányi munkáját a 8 év során mindig érdeklődően, lelkesen, precízen és körültekintően végezte. Alsó tagozatosként a körzeti szavalóversenyeken és a magyar nyelvi tanulmányi versenyeken mindig felállhatott a dobogó valamely fokára. Negyedik osztályban kreativitását meseíró versenyen is díjazták. Német nemzetiségi nyelvet tanuló diákként állandó helyezett részvevője volt a körzeti német nyelvű szavalóversenyeknek és a dramatizáló meseversenyek csapatainak. Amikor lehetősége adódott, mindig részt vett a városi helytörténeti vetélkedőkön, és felkészültségével ő is hozzásegítette kétszer csapatát, hogy a dobogó valamely fokára állhassanak. Tanulmányai mellett mindig számíthatott rá az iskola, akár kisebb, akár nagyobb közössége. Kötelességtudóan járt hittanórára, valamint örömmel látogatta a helyi alapfokú művészeti iskola tánc tanszékének foglalkozásait. A német nemzetiségi adventi műsorok és az iskolai ünnepségek elképzelhetetlenek lettek volna lelkiismeretes és felkészült részvétele nélkül. Osztályának diák önkormányzati képviselőjeként is aktív és hasznos munkát, hasznos tagja volt a diák önkormányzatnak. Az osztályok kapcsolatos programok lelkes támogatója, legyen szó extra papírgyűjtésről, adventi vásározásról, mézes kalácsütésről, kirándulásról. Kedves, mosolygós arcával, szívet melengető egyéniségével, mindenki azonnal a szívébe zárja. Májusban alapfokú C-típusú nyelvvizsgát szerzett német nyelvből. Tanulmányait szeptembertől Győrben, Baross Gábor közgazdasági szakközépiskolában folytatja. Kívánom, hogy ott is ugyanilyen sikeres diák legyél. Köszönöm a 8 év munkáját! Kedves közönségnek, ez a Jánosomorja Város önkormányzata Tóth Réka részére Jánosomorja Város kiváló tanulója címet adományozza 2013 évben. Ezt is adjuk Rékának. Még egy, ez pedig a német nyelvvizsgáért. Köszönjük szépen. Antban van egy ilyen dolog, amit visszatesszük, és akkor régen kapjuk, jó? Köszönöm a türelmüket. Hagyom a tapsot Rékának még. Felkérem Nemes Csaba tagiskola vezető urat ünnepi beszédének megtartására és a jutalmak átadására. Tisztelt szülők, rokonok, ismerősök, kedves gyerekek, nyolcadikos ballagó diákok, kollégák! Az élet során gyakran kell búcsúzni, hol egy kedves tárgytól, hol egy épülettől, hol a szeretteinktől, barátainktól. Ma ti, itt a Klavszki iskolától, tanáraitoktól, diáktársaiktól, a technikai dolgozóktól búcsúztok. A búcsúzás gyakran nemes és fontos feladat. Fontos, mert lezár egy időszakot, az élet egy rövidke szakaszát elhatárolja a többitől. Most még lassan telnek az évek, nektek is gondolom nagyon hosszúnak tűnt ez a 8 év, amíg eljutottatok a ballagásig. Az ünnepi öltözet rajtatok, hetedikes diáktársaitokon, szüleiteken, tanáraitokon, mind-mind azt jelenti, itt ma valami véget ért. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiótokban él egy kép az első napokról, élményekről, amelyek csak is a Klavszkihoz kötődhetnek. Hol vannak már azok a megszeppent pillantások, pityergő szemek, amiket akkor láttunk rajtatok, amikor elsősként beléptetek ide? A megilletődött arckifejezést felváltotta kezdetben a huncutság, aztán a csibészség, mára pedig már néha a zsiványság vonásait is felfedezni vélem rajtatok. De ez majdnem természetes.
Most, amikor itt álltok, bizonyára sok gondolat kavarog a fejetekben. Tudom azt is, hogy elsősorban azon jár az agyatok, mikor lesz már ennek vége. De azt is tudom, hogy sokatok fején átvillan egy emlékezetes pillanat a 8 évről. Kedves ballagó diákok, nem tudom, hogy minden kérdésre megkaptátok-e a választ iskolátokban. Mi minden esetre arra törekedtünk, hogy a kíváncsiságotokat kielégítsük, adjunk új, használható tudást a kezetekbe, amit haszonnal forgathattok a középiskolában, később remélhetően az életben is. A tudás, amit igyekeztünk átadni, elsősorban szakmai tudás, de sose feledkeztünk meg arról, hogy önismeretekkel is felvértezzünk benneteket, amelyek segítenek eligazodni az élet útvesztőiben. Amikor szüleitek, vagy mi, pedagógusok próbáltunk valamiről lebeszélni benneteket, tiltottunk valamit, amikor valamiért... Megszittunk benneteket, amikor büntetést kaptatok valamiért, vagy netán tőlem egy-egy nyaklevest, higgyétek el, azt mind a ti érdeketekben tettük. Ma még ezt a világ legnagyobb igazságtalanságának tartjátok bizonyára, de az évek múlásával ez minket fog majd igazolni, higgyétek el. Kedves ballagók! Bár ti vagytok az első ballagó osztály, aki a köznevelés átalakítást átéltétek, mégis úgy hiszem, talán ti érzékeltek ebből a legkevesebbet. A mai nap nem rólunk, pedagógusokról szól, mégis 2 mondat erejéig engedjétek meg, hogy szóljak erről is. Mi legalább annyira nehéz évet tudunk magunk mögött, mint ti. Igyekeztünk úgy dolgozni, hogy ti ebből a lehető legkevesebbet érzékeljetek. Az élet tele van, és lesz akadályokkal, kudarcokkal, lemondással, alkalmazkodással. Sajnos ezekből mostanában több van, mint a sikerből. De az, hogy ez az arány mennyire van távol egymástól, az sokban függ attól, milyen döntéseket hoztok majd. Mert egyre gyakrabban kell dönteni úgy, hogy szüleitek vagy tanáraitok már nem lesznek mellettetek. Mi például a minap arról döntöttünk, hogy ki milyen bizonyítványt vesz át hamarosan a kezébe. De nem egyedül, a végeredményben benne vagytok ti is rendesen. Hogy az a tudás, amit magatokba szívtatok, vagy hagytatok elillanni, mennyire lesz hasznosítható, pár éven belül kiderül. Aki kicsivel jobban teljesített, mint ami elvárható volt tőle, vagy aktív diák életet élt ez alatt a 8 év alatt, jutalomban részesül. Így van ez most is. Kérem, aki hallja a nevét, jöjjön ide és vegye át a megérdemelt jutalmát. Temrihád 8. osztályos tanuló részére jeles tanulmányi eredményért, példamutató szorgalmáért és verseny eredményeiért. Könyvjutalommal részesül. Farkas Mónika 8. osztályos tanuló részére jó tanulmányi eredményeiért, közösségi munkájáért és verseny eredményeiért. Szintén könyvjutalommal részesül. Cser Krisztián 8. osztályos tanuló részére diák önkormányzati munkájáért szintén könyvjutalmat kap. Szőke Róbert 8. osztályos tanuló részére rajzpályázatokon való eredményes részvételéért könyvjutalomba részesül. Búcsúzunk ma. Nem csak tőletek, diákoktól, hanem hagyományosan a szülői szervezet 2 tagjától, Cser Tibornétól és Tótné Varsics Ritától is. Ők évekig voltak a szülői szervezet tagjai, hogy segítsék a mi munkánkat, alakítsák a házirendet, szervezzenek farsangot nektek, vagy éppen klasszkinapot. Igaz, ez utóbbi nem az ő hibájukból fokhíjasabbra sikeredett, mint általában, de remélem jól éreztétek magatokat azért azon a keddi napon. Kérem, a 2 szülőt fáradjon ide az asztalhoz.
és még mindig búcsúzunk. Amikor tőletek elköszönünk, elköszönünk két kiváló kolléganőnktől is. Ők a következő tanévet nem kezdik már a Klaszki iskolában. És itt engedjenek meg egy kis intermezzót. A minap kis küldöttség érkezett az irodámba, három első osztályos kis diák. Kopogtattak az ajtómon, megkérdezték tőlem, miért küldöm el Anita nénit és Éva nénit. Borzasztóan megható volt, nem volt könnyű elmagyarázni nekik, hogy sem én, sem Bella igazgató bácsi nem küldtük el őket. Sajnos olyan a rendszer, hogy nem a hozzáértés, az elhivatottság, az alkalmasság számít, hanem néha csupán egy pecsét egy fehér lapon. Kedves diákok, tisztelt szülők, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében megköszönje meg két kollega, Dulic Éva és Nagy Anita tanárnők sok éves munkáját, és ezzel a csokor virággal elköszönjek tőlük. Őszintén kívánom nekik, hogy minél hamarabb találjanak munkát maguknak, a diákokat és a kollégákat ne feledjék el soha, és ugyanúgy, ahogy benneteket, nyolcadik osztályosok, őket is szívesen várjuk bármikor. Kérem, jöjjenek ide az asztalhoz. Dulic Éva tanárnő hivatalosan távol van a mai ünnepségről. Nem búcsúzunk, de szeretném bejelenteni, amit már Prácser tanár úr megtett, hogy szeptembertől már Tündi nénivel sem fogunk találkozni, és Barbi nénivel sem. Tündi néni nem megy messze, csupán a következő tanévtől a központi iskolában látja az iskolatitkári feladatokat. Nagyon fog nekünk hiányozni. Akárcsak Barbi néni, aki szintén a központi iskolában folytatja a tanítást első osztályos tanítóként. Őket nem hívom az asztalhoz, hiszen nem mennek messze. Köszönöm a munkájukat. Kedves ballagók! Nem feltétlenül úgy kell annak lenni, hogy a búcsúzás szomorú és könyvfacsaró aktus legyen. Talán ez a mai mégis ilyenre sikeredett, annak ellenére is, hogy amikor készültem a napra és írtam a beszédet, eszembe jutott egyik kollégám intelme, ami valahogy így hangzott. Aztán nem ám megint olyan lehangoló búcsúbeszédet mondasz, mint minden évben, mert erről az osztályról igazán semmi rosszat nem tudnál mondani, igaz? És valóban, belegondoltam, semmivel sem voltatok ti rosszabbak az eddig elballogó diákoknál. Na gondoltam, akkor végre az idei búcsúztató vidám lesz. Elnézést, hogy ez nem így történt. Végezetül pedig szokásos idézetem sem lesz rendhagyó. Most nem nektek, ballagó nyolcadikosoknak szól az idézet, hanem nekünk pedagógusoknak, és önöknek, kedves szülők. Kérem, ne sértődjenek meg, hanem próbálják minden egyes szavát megvalósítani az alábbi jó tanácsnak. Ha előről kezdeném a gyermeknevelést, fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet. Példálózás helyett példát mutatnék, nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék. Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék. Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot. Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat. A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék. Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném. Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat. Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről, és többet a szeretet hatalmáról. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem Vali János urat, a Német Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét, tartsa meg ünnepi beszédét. Kedves ballagó nyolcadikosok, tisztelt szülők, rokonok, hozzátartozók, sok szeretettel üdvözlöm Önöket, titeket a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében. Igazából nem szeretnék hosszan beszélni, mivel itt előttem már jóformán minden elhangzott, és sok újat már nem tudnék mondani. Tény, hogy most ezzel az utolsó nappal lezárult egy kor, és búcsúztok általános iskolátoktól,
lezárultak általános iskolás tanulmányaitok. Ez az utolsó hét talán már egy előkészület volt erre a napra, a búcsúzásra, akár az önkormányzatnál, akár itt a banketnél. Gondolom, hogy többeknél már meghatódtatok, akár most is, ami rendben is van. Így van rendjén. Örülök annak, hogy ilyen szép eredményeket értek el, és külön öröm a német önkormányzat számára és számomra is, hogy idén is voltak nyelvvizsgások és sikeres nyelvvizsgások, akiknek a nevét szeretném még egyszer én is kihangsúlyozni, kiemelni. Tehát C-típusú alapfokú német nyelvvizsgát tett Tóth Réka és Vitéz Marcell, és A-típusú német nyelvvizsgát tett Telm Richard. Tapsoljuk még egyszer. És természetesen az előző évek tapasztalatai és hagyományainak megfelelően a német önkormányzat a sikeres C-típusú nyelvvizsgátnak a díját átvállalja, és kérem, hogy a fénymásolat, tehát a nyelvvizsga fénymásolatával kérem, tessék megkeresni minket, és annak átadása után fogjuk kifizetni a nyelvvizsga díját. És amár annyira a jövő talán nem jött szóba, akkor azt szeretném mondani, hogy a tanulásnak nincs vége, lehet, hogy még csak most kezdődik igazából. És folyamatosan tanulni kell, tanulni fogtok, most a középiskolátokba, ahova mindenki a saját tehetsége és szorgalma alapján felvételt nyert, és kívánok ehhez mindenkinek sok sikert, és a vágyaitoknak, terveiteknek, hogy megvalósuljanak, azt is kívánom. Köszönöm a figyelmet. Hogy a nyelvvizsga fénymásolatát majd be kell hozni, megmutatni, erről jut eszembe, hogy aki jutalmat kapott, az a ballagás végén keresse meg a tüdrét, mert alá kell írni valami papírt, különben nem érvényes ám a jutalom. Tisztelt ünneplő közönség! Ballagási műsorunkat az Örökre a szívedben című dalhangjaira zárjuk. Ez idő alatt nyílik lehetőségük a teljes ballagó osztály fotózására. A ballagok ezután már külön-külön is fotózhatók lesznek. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Sokszor legtorban.